Sziasztok! Csordás Kovács Péter vagyok, a Bankmonitor babaváró szakértője. A babaváró hitelről tudni kell, hogy a hiteltermék mindegyik banknál ugyanaz, viszont a bíráti feltételek azok számos ponton eltérhetnek. Nincs ez másképp az elérhető kedvezményekkel is. Szoktam mondani az ügyfeleimnek, hogy nagyon résen kell lenni, hogyha a maximumot szeretnénk megkapni az adott kedvezményből, és azt is, hogy nem minden arany, ami fénylik, mert lehet, hogy nagyon magas bónuszt ígérnek, de meg kell nézni, hogy milyen feltételek mellett kaphatjuk ezt meg. A mai rövid bejelentkezésünk arról fog szólni, hogy milyen kedvezmények elérhetőek jelenleg a babaváró hitel mellé. Vágjunk is bele gyorsan. Alapvetően kettő kategóriát tudunk megkülönböztetni a kedvezményekben. Az első, amikor rögtön a folyósítás mellé megkaphatjátok az adott összeget. A második, amikor valamilyen juttatás formájában érkezik meg hozzátok az adott kedvezmény. Az elsőt vegyük végig először is. Ez 50 és 120 ezer forint között mozog jelenleg a bankoknál, akinél működnek ezek a kedvezmények. Kezdjük a 120 ezer forintos plafonnal. Ez nem csak egy banknál érhető el, több banknál elérhető. Következésképpen a feltételek is eltérőek, ezért, ahogy mondtam, itt résen kell lenni. Például van olyan bank, aki semmilyen feltételt nem vár el a kedvezmény mellé, még bankszámlát sem kell nyitni. Viszont van olyan bank, aki mindenképpen elvárja a bankszámlanyítást, viszont megoldható, hogyha már van az adott banknál bankszámlátok, de az adóstárs vállal egy újabb bankszámlanyítást, akkor ugyanúgy megérkezhet hozzátok a 120 ezer forint ügyfélbónusz. Ha picit lejjebb menjünk a skálán, a 100 ezer forintos szintre, azt gondolom, hogy ez a legbővebb kategória, mert itt érnek el a leginkább a feltételek a bankoknál. Van olyan bank, aki itt sem szab külön feltételt, csak hogy legyen egy bankszámla. Lehet ez meglévő bankszámla, lehet ez új bankszámla, és rögtön a 10 millió mellé érkezik a 100 ezer forintos bónusz jóváírás. Van olyan bank, aki mindenféleképpen új bankszámlát vár el, tehát amit már előbb is említettem a 120 ezer forintos kategóriában, ha van meglévő bankszámla, akkor az adóstársnak mindenképp kell nyitni egy új bankszámlát, és akkor kaphatjátok meg a 100 ezer forintot. Hogyha még beljebb megyünk ebben a témában, akkor a 100 ezer forintos kategóriában vannak olyan bankok, akik egy picit fifikásabbak, furmányosabbak, mert külön feltételeket kell teljesíteni. Például van olyan, aki elvárja, hogy mind a két fél nyisson bankszámlát, és vizsgálja 2 hónapon keresztül, hogy milyen forgalom érkezik a bankszámlára, és csak akkor kaphatjátok meg 50-50 ezer forint formájában a 100 ezer forintot. De van olyan bank, aki 50 ezer forintot ad mindenféleképpen, ha már van akár meglévő csomag, viszont hogyha az adóstárs is nyit, akkor további 30 ezer forintot ad, bónusz jóváírásként, de ha mindketten új ügyfélként érkeztek az adott bankhoz, akkor ugyanúgy 50-50 ezer forint bónusz jár, tehát itt is elérjük a 100 ezer forintos szintet. Menjünk hát a második kategóriára, mégpedig a valamilyen juttatás formájában érkező kedvezményekre. Itt is el szoktam sütni azt, hogy nem minden arany, ami fénylik, mert van olyan bank, aki például 180 ezer forint kedvezményt tud adni a babaváró mellé, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy rögtön megkaphatjátok a 180 ezer forintot, hanem a babaváró mellé nyitni kell egy hitelkártyaszerződést, és mint egy szorgos kis hangya, hónapokon keresztül költögetni kell erről a hitelkártyáról, viszont a szokott 1-2, akár 3%-os jóváírás, illetve visszatérítés helyett 10% visszatérítést tudtak kapni, maximum havi 10 ezer forintot, és így jön ki 18 hónapon keresztül a 180 ezer forint. Tehát akár, hogyha valakinek van erre energiája, türelme, 180 ezer forintot meg tud kapni a banktól, csak nem azonnal. Az ügyfeleink többsége egyébként inkább a 100-120 ezer forint felé mozdul, hiszen az egyszerű és könnyen teljesíthető, azért erre a 180 ezer forintosra figyelni kell. Illetve van még olyan juttatási csomag is a banknál, egy adott banknál, hogy benzinutalványt adnak. Ez a mai benzinárak mellett igen jó dolog tud lenni, de nem 100 és nem 120 ezer forint, és nem is 180 ezer forint ez a juttatás, hanem csupán 50 ezer forint. Amennyiben tetszett a mai videónknak a témája, akkor a figyelmetekbe tudom ajánlani ennek a témának az írott verzióját, ezen a fenti linken tudjátok megtalálni. Hogyha szeretnétek a következő videónkban becsatlakozni, akkor annak is már elárulom a témáját, úgyhogy tartsatok velünk majd abban is.
az pedig az lesz, hogy nem mindegy, hogy melyik banknál igényelsz babaváró hitelt. Hogyha szeretnétek a kedvezményekben eligazodni, akkor javaslom, hogy vegyétek igénybe a díjmentes szakértői segítségünket, amely bankfüggetlen, és még egyszer mondom, díjmentes. Viszont velünk sokkal könnyebb a dolgotok. A fenti kalkulátorra, hogyha kattintotok, leadtok egy érdeklődést, és szakértőink 24-48 órán belül fel fogják veletek venni a kapcsolatot, és ígérem, hogy segíteni fogunk. Tartsatok velünk a következő videóban is, hogy tetszett a videónk, akkor regisztráljatok a bankmonitor.hu-n a hírlevelünkre, illetve a fenti gombra kattintva regisztráljatok szintúgy a csatornánkhoz, illetve kövessetek be minket. Sziasztok, a százalékok és a babaváró legyen veletek!